képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Ilyenkor év vége felé elfogadott költségvetés ismeretében és ismert adótörvények ismeretében is célszerű gazdaságpolitikáról beszélni, már csak azért is, hogy az országgyűlés nyilvánosságán keresztül is tájékoztassuk az államháztartás különböző jövedelem tulajdonosait arról, hogy a következő év milyen változásokat takar a számukra. Örvendetes az, hogy a sajtón keresztül statisztikai hivatal jelentéseit megismerve arról adhatunk számot, hogy végre egy olyan növekedése van az országnak, amit kiegyensúlyozottnak tekinthetünk. Ellentétben azokkal a növekedésekkel, amit az előző kormány idején itt-ott megszokhattunk, ami külső hitelfelvételekre épített, és ezeken keresztül átmenetileg érhettünk el akkor sikereket, de ezeknek a sikereknek mindig komoly ára volt, mert ezt eladósodás követte. Most nem egy ilyen növekedéssel nézünk szemben, és ez a növekedés, ami ugye 5% volt az utóbbi negyed évben az Európai Unió országai között, és egy nagyon dicséretes növekedés, ez végre az ország belső gazdasági tartalékaira épül. Ha 2010-re visszatekintek és felidézek egy-két nagyon fontos gazdaságpolitikai lépést, ami a mai eredményeinket megalapozza, akkor nyilvánvalóan beszélhetnék az egy kulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről, ami akkor nagyon nagy viharokat vert, ennek a személyi jövedelemadónak a 15%-ra történt csökkentéséről, de ugyanilyen nagyon radikális gazdaságpolitikai lépés volt a társasági adók szintjén, a társasági adónak a 9%-ra történő csökkentése. Jó ideje óta dinamikus bérnövekedésekről adhatunk számot, egy alacsony infláció mellett ezek nyilvánvalóan örvendetes elmozdulások, és mindezekkel tudjuk finanszírozni azokat a társadalompolitikai lépéseket, ami közül a legfontosabb számunkra a családpolitikai intézkedés csomag. Éppen ezért kérdezem az államtitkár urat, hogy ha ismerjük is az elfogadott költségvetést is, látjuk az adópolitikai irányokat, mégis mik azok az intézkedések, amiket államtitkár úr kiemelne ezek közül, amik a jövő évben várhatók, és amik garanciát adhatnak arra, hogy ez a gazdaságpolitikai sikeresség folytatódjon, és ezen keresztül finanszírozni tudjuk társadalmi politikai elképzeléseinket is. Köszönöm szépen, képviselő úr! Képviselő úr, kérdés, interpellációs kérdésére Tálai András államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr! Tisztelt elnök úr! Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A magyar gazdaság a magyar embereknek és a magyar vállalkozásoknak köszönhetően minden eddiginél jobban teljesít. A gazdaság növekedése, a foglalkoztatás és a bérek alakulása is egyaránt kiemelkedő. 2020-ban a kormány továbbra is a családok és a hazai vállalkozások támogatására, a versenyképesség növelésére és az adminisztráció csökkentésére tett javaslatot. Az elfogadásra váró törvényjavaslat szervesen illik abba a kormányzati politikába, amelynek lényege a közterhek csökkentése és azok egyszerűsítése. A gazdaságvédelmi akciótervnek megfelelően 2020. július 1-től új egységes járuléktörvény lép hatályba, tehát jövő év első felétől, ami új szabály értelmében 4 egyéni járulék egyetlen egységes társadalombiztosítási járulékba olvad, így az adónemek száma jövőre jelentősen csökkenni fog az ezzel járó bürokráciával együtt. A családvédelmi akciótervnek köszönhetően 2020. január 1-én az SZIA-ban is jelentős változás történik, hiszen a 4 gyermeket nevelő nők mentesülnek az SZIA megfizetése alól, és jövőre minden eddiginél nagyobb összeg 380 milliárd forint jut családi adó kedvezményre és az első házasok kedvezményére. És kedvezni fog a családosoknak a járulék kedvezmény a tekintetben is, hogy a jövő évtől a munkaerőpiaci járulékra is igénybe vehető lesz a családi adó kedvezmény,
amivel további 1 milliárd forinttal jut több a családoknak. A vállalkozások terén is jelentős változások lesznek, hiszen megszűnik az EVA, és ettől sokkal kedvezőbb adózási formát választhatnak a kisebb vállalkozók, így a katát és a kivált, ami egyébként nagy népszerűségnek örvend, több százezren adóznak ma már így Magyarországon. Továbbra is kiemelt cél a gazdaság fehérítése, ezért 2020. július 1-től nyugtát kell adni az úgynevezett áfamentes ügyletekről és szolgáltatásokról, és megszűnik az online számlaadat szolgáltatás esetében a 100 000 forintos értékhatár, ez eltörlésre kerül. Ez azt jelenti, hogy egyre többen lépnek be az online számlaadással a rendszerbe, és így láthatóvá lesz egyre több bevételi számla a NAV számára. Fontos, hogy 3 éve a NAV készíti el a személyjövedelemadó bevallást a vállalkozóknak, és ki fog terjedni 2021. január 1-től az ÁFA bevallási tervezet elkészítésével, hiszen 2021. január 1-től a NAV gyakorlatilag minden kiadott számlát látni fog. Fontos, hogy a nyugdíjasok járulékmentessége is bekövetkezik, és a jövőben a nyugdíjas munkavállaló csak 15% SZIA-t fizet, semmilyen más járulékot nem kell fizetni. Végezetül mondom el, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke jelentősen csökkent már az elmúlt években is, hisz 2016-ban még ez 27% volt, 17. július 1-től mindössze 17,5%, tehát közel 10%-kal csökkent lényegében 3-3,5 év alatt, és a gazdaság jó teljesítménye esetén ez tovább fog csökkenni 2020. július 1-től újabb 2%-kal, tehát 15,5% lesz a szociális hozzájárulási adó mértéke. A kormány a jövőben is az adócsökkentés politikája mellett áll ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelettel kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Köszönöm, elnök úr. A szóba hozott adó egyszerűsítések és részben csökkentések megtakarításokat hoznak a vállalkozásoknak. Joggal reméljük azt, hogy a költségvetés főszámai így tarthatóak lesznek, amiből finanszírozhatóak lesznek a továbbiakban is társadalompolitikai törekvéseink, ezen belül elsősorban a családtámogatási rendszer. Megnyugtató volt, amit mondott a válaszát, elfogadom. Köszönöm szépen.